A mai részben a Santangumiról lesz szó. Jelölése E415. Egy adott baktériumfaj cukor eljesztése során állítja elő. A baktériumfaj neve Santomonas camestis. Ez a baktériumfajta a karfiolon, kelbimbón és egyéb növényeken él. Ezeken a növényeken, amit megfertőz, fekete rothadást okoz. A gyártók ezeket a baktériumokat fogják be, és állítják elő cukor erjesztésével a szantángumit. A szantángumiba tehát életképes baktérium már nincs. A szantángumi vízben és savas közegben is oldódik. Folyadék megkötő képességének köszönhetően zselészerű anyagot képez. A következő termékekben használják. Péksütemények, dzsem, lekvár, fagylalt, tejitalok, majonéz, ketchup, fokrémek és fúróolaj sűrítésére. A szantángumi a videósorozatomban kivételt képez, mivel ennek több pozitív hatása van, mint negatív. Kezdjük először a pozitív hatásaival. Stabilizálja a vércukorszintet, ezt egy 2016-os tanulmány alátámasztja. Csökkenti a koleszterin szintet, ezt egy 1987-es tanulmány támasztja alá. Segít a rák megelőzésében, ezt egy 2009-es állatkísérleti eredmények alá is támasztják. És most jöjjenek a szantángumi negatív hatásai. A szantángumi megköti a nedvességet az emésztőrendszerben, ezért akinek hasmenése van, az csak súlyosbítani fogja. Továbbá kiválthat aszmarohamot és bőrirritációt is okozhat. Röviden összegezve a szantángumi egy természetes baktériumfaj, ami a karfiolon és a kábinbón él, és erjesztett cukor segítségével alakítják ki a baktériumokból a szantángumit. Segít a rák megelőzésében, koleszterin szint szinten tartásában és a cukorbetegség megelőzésében. De viszont előidézhet aszmarohamot és bőrirritációt. Köszönöm a figyelmet és remélem hasznosnak találtátok. Fontos emlékezni arra, hogy bármilyen élelmiszer vagy étrendkiegészítő, melyeket elszámokkal jelölnek, bizonyos mértékben feldolgozottak. Tartalmazhatnak adalékanyagokat, színezékeket, tartósítószereket, amelyeknek lehetnek egészségügyi kockázataik. Éppen ezért fontos, hogy tájékozott döntést hozzunk az élelmiszer és ital választásunk során. Légy tudatos fogyasztó Dr. Express-szel! Tanulj és dönts okosan!